Egy gyilkos rója az óceánokat. Egy könyörtelen vadász, akitől senki és semmi sincs biztonságban. Csapatokban üldözi zsákmányát, és ahol ennivaló akad, ő az uralkodó. De mégsem esztelen pusztító. A kardszárnyú delfin érdeklődő és intelligens, eszes, és minden bizonnyal sajátos erkölcsökkel megáldott lény. Mindezt átélheti, amikor a National Geographic elrepíti önt a tenger farkasai bonyolult világában. Egy falkaként vadásznak. Áldozatukat halálos pontossággal terítik le. Egy családként élik életüket. A munkát és a szórakozást egyaránt megosztják egymással. Egy csapatként védekeznek. Figyelmeztetik egymást a közeledő veszélyre. Ezek a botswanai vadkutyák. Igazi erejük az egységükben rejlik. A National Geographic Afrikába, az Okavango vadkutyáinak otthonába kalauzol el bennünket. Talán úgy éreznek, mint az emberek. Kegyelettel adóznak elpusztult társaiknak. Képesek kockáztatni az egész csorda biztonságát egyetlen társuk megmentése érdekében. Csodálja meg ön is ezeket az óriási teremtményeket. Kövesse az utolsó szabadon barangoló afrikai elefántokat a National Geographic Elefánt Kalandok című epizódjában. Mennydörgésszerű robaj. Tüzes mag. Pusztító halál. A Földön mintegy 1500 potenciálisan veszélyes tűzhányó található. Több mint 500 000 000 ember él a hatósugarukban. Tűzhányók. A természet bokla. A National Geographic új filmje. Természeti katasztrófák. Minden figyelmeztetés nélkül bekövetkezhetnek. Az általuk okozott anyagi károkkal és emberéletek kioltásával kíméletlenül emlékeztetnek bennünket törékeny létünkre. Ha sikerül élve megúsznunk, csak abban reménykedhetünk, hogy sohasem kell újra szembesülnünk a dühöngő természettel. Földrengések, áradások, tornádók és hurrikánok. Ezek a természeti csapások alapjaiban ingatják meg létünket. Néha egy pillanat alatt következnek be, máskor lassan közelednek, mégis biztos halált osztanak. A National Geographic elrepít Bangladesben, Mexico Citybe és az Egyesült Államok középnyugati részére. A természet kirobbanó ereje ezreket pusztít el a világban, és további ezrekre hárul a romok eltakarításának keserves feladata. Vajon a természet gyilkos erőivel szembeni küzdelem eleve reménytelen, vagy egyszer talán kiismerhetjük a dühöngő természetet? Akad egy hely, ahol egykor a dinoszauruszok uralkodtak. De a szél felkavarta a sivatag homokját, és a dinoszauruszok eltűntek. A homokba temetve hátrahagyták titkaikat. Ez igazán jelentős őslénytani lelet, mert segítségével a 80 millió évvel ezelőtt élt állatok viselkedésére is következtethetünk. Nézzük új szemüvegen át a történelem legősibb rejtélyeinek egyikét. Induljunk el a National Geographic-kal a dinoszauruszok nyomába, a Gobi sivatag szívébe. Némán közeled. Romboló erejét eltakarják a tengerhabjai. Nincsenek intőjelek, mint például a hurrikánok esetében. Az időjárás nem fordul rosszabbra, a föld sem dübörög. Amikor azonban ez a vízfal eléri a szárazföldet, egész városokat moshat el. Egy fal mögé bújhatunk, vagy a magasabban fekvő részekre siethetünk, de úgy sincs menekvés. Gyilkos szögláll. A National Geographic új filmje. Üdvözöljük Önöket Dél-Afrikában! Itt minden reggel egy újabb reménysugár. De az éjszakákra a félelem nyomja rá bélyegét. Amikor a nap véget ér, kezdetét veszi a retteget vadászat. Utazzon a National Geographic-kal, és legyen tanulja a sötétség oroszlánjai uralmának. Igazi vadon élő állatok. Ne félj! Gyere, nézd meg! Le nem maradj! Azon részre veszed a vadállatok birodalmát. Hideg tekintetű macskák, forró helyzet.
vad. Nagyon-nagyon szörös. Vár a táncos safari. Nézd meg a National Geographic igazi vadon élő állatait. Viszket az ürelmetlenség? Látod, itt a helyed! Gyere erre! Megfordulunk? Gyere le közénk! Nagyon különös, nagyon vad, nagyon bozontos. Gyere le közénk, várnak Ausztrália csodái. Nézd, a National Geographic igazi vadon élő állatait. Szedd a holmit, tegyél egy falást, készülj a táncra. Irány a trópusi esőerdő. Wow! Nagyon különös, nagyon vad, nagyon trópusi. Csodáld meg a trópusi esőerdők világát. Nézd meg a National Geographic igazi vadon élő állatait. Kövesd a csorda nyomát, míg a szemmel lát. Vár a hómajmok följe. Gyere Ázsiába! Nagyon gyors, nagyon vad, nagyon orvos. Ázsiai kalandok. Nézd a National Geographic igazi vadon élő állatait. Nyergelj, fogd a gyerekeket! Jé, egy kis csikó! Gyakorolhatsz, merülünk! Nagyon különös, nagyon vad, nagyon látványos. Kalandozás a tengerek mélyén. Nézd meg a National Geographic igazi vadon élő állatait. Jön a következő National Geographic kölyök videó, az állatkölykök. Egy kis majmot szeretnék. Én krokodilokat. Én sose láttam kis állatot, de szeretnék. Ezt nem is tudtam. Te igen? Keresd Manci, Bobby, Karcsi bácsi és Francisco Flamingo csapatával a kiskacsákat, a kis zebrákat és a nevető jégmadarakat a National Geographic vadócokban. Túláradó, jószívű, ragaszkodó. Kétség sem férhet hozzá, a kutya az ember legjobb barátja. Küzdjön szépségdíjért, vagy végezze a munkáját. Legyen bár kiállítás sztárja, vagy egy egyszerű társ. A kutya kivívta tiszteletünket, és elrabolta a szívünket. Csatlakozzon ön is a National Geographichoz, és nézzük együtt, milyenek is azok a csodálatos kutyák. Vajon milyen titkokat rejt ez a szúrós tekintet? Vajon jó feje a macska, a tökéletes házi kedvenc? Vajon minden macska féle melkasában egy vadász szíve dobog? Rossz csont vagy titokzatos? A macskák az ujjaik köré csavarnak bennünket, és némi vadságot visznek hétköznapjainkban. Lopakodjunk együtt a National Geographic-kal a macskák Doromboló tigrisek című filmben. Az ideérkezők a világon egyedülálló csodálatos alkotásokkal találják szembe magukat. Vajon kik és hogyan hozták létre a hatalmas piramisokat? A fáraók korából származó sírleletek és múmiák további kutatásra ösztönzik a régészeket. E kérdésekre keresi a választ a National Geographic a Fáraók titkai című filmjében is. Több mint egyszerű város. Lakóinak mennyország az álmok beteljesülése. Látogatói zarándokok, a proféták nyomát követő emberek. A világ népei egyharmadának szent városa, Jeruzsálem. A város a keresztény, muzulmán és zsidó történelem találkozási pontja, a béke ígérete letűnt generációk öröksége. A kapuk nyitva állnak. Utazzunk a National Geographic-kel a hit és a reménység városába, e sokat tudó falak mögött meghúzódó Jeruzsálembe. Játékosak, intelligensek, jókedvűek és bájosak. A tengeri akváriumok sztárjait a szívünkbe zártuk. A közkedvelt palackorrú delfinnek azonban akad egy valóságosabb fele, amiről csak akkor veszünk tudomást,
ha a saját szemünkkel láthatjuk. Fedezzük fel, miként élnek valójában a delfinek az erőszak, a kegyetlenkedés, a lányszöktetés, sőt, a gyilkosság világában. Fedezzük fel az igazságot a National Geographic a Delfinek nem mindig szelídek című filmjében. 25 évvel a Cápa című film bemutatása után most valós képet próbálunk adni a nagy fehér cápáról, arról a halról, amelyet imádunk gyűlölni. Merüljön a tengerek mélyére a National Geographic-kal ebben a filmben, melyet a félelem helyett ezúttal az elragadtatás szült. Sok év kutató munkája visszaváltoztatta-e hallá a szörnyeteget? Nézzem farkas szemet a nagy fehér cápával! Természet csodái. Ismeretterjesztő és szórakoztató műsorok gyermekeknek. Tudomány és technika. Érdekes foglalkozások, különleges szakmák. Történelem. Discovery Channel videó. Hamarosan megjelenik. Egy nagy hadihajó 5800 főnyi legénységgel, akik ezen a hajón tesznek meg 45000 mérföldet a veszélyes Perzsa-öböl felé. Robinson nevű repülőgép hordozóról és korunk tengerészeiről szól. Repülőgép hordozók. Tengeri erőd. ...2500 évvel ezelőtt egy görög bölcs feljegyezte, melyek szerinte az ember építette legnagyobb csodát. E hét csoda sosem majd feledésbe írta. És a modern világ valóban nagy becsben tartja mindet. Ezért nevezi őket úgy, a világ hét csodája. Az erdőfái közt alázóduló víztömeg, a kanyargó folyóágak és az elszigetelt indián törzsek varázslatos világába érkezik. Ez az ősi és érintetlen vadon a Manu szíve.